Hogy a részvények egyértelműen a Budapest értéktőzsdén bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Ez alapvetően azért nem meglepő, hiszen ezeket a társaságokat Magyarországon ismerik a legjobban a befektetők. Gyakorlatilag minden nagyobb tőzsdére elmondható a kelet-európai régióban, hogy az adott országban van a legnagyobb forgalma. A home market elve az gyakorlatilag magyarul annyit tesz, hogy a kibocsátók szeretik a hazai piacon, ha a részvényeikkel kereskednek. Ennek nagyon egyszerű oka van, ott ismerik őket a legjobban. Ez kelet-európai piacokon maximálisan teljesül is. A nyugat-európai piacokon már nem feltétlenül igaz ez a jelenség. Ott külföldi társaságok részvényeivel is nagyon aktívan lehet kereskedni. Sok orosz-ukrán társaságot látunk, aki megjelenik a londoni értéktőzsdén. Kelet-európában ez azért nem valósul meg alapvetően, mert a befektetők, egyrészt a cégek nem óriásiak, nem éri meg nekik nagy nemzetközi tőzsdékre elmenni, másrészt a hazai piacokon, ahogy említettem, már jóval jobban ismerik őket, jóval nagyobb fókuszt kapnak a befektetők szemében. Londonban egy századik lenne a listán market cap alapján, Magyarországon meg benne van az első 10-ben, és ezért ez a figyelem, ez a befektetők számára nagyon-nagyon fontos, tehát a kibocsátók számára is, és a befektetők számára is. A Setra bevezetése sokat segíthet ennek a jelenlegi szituációnak a megváltoztatásában. Nyilván azért, mert maga a Setra rendszer lehetővé teszi a befektetők számára azt, hogy külföldi piacokat is könnyen, olcsón elérhessék. Tehát nyilván ez egy edukációs folyamat lesz, amíg a külföldi részvényekkel szívesen kereskednek a hazai befektetők, de mindenképpen egy olyan trendet megnyithat és meg is fog nyitni, mi magunk is látjuk a saját forgalmunkon, hogy a nemzetközi részvények iránt jelentős kereslet mutatkozik.